Köszöntöm a Sopron Televízió valamennyi kedves nézőjét, ez a Hajrá Sopron Televíziónk heti rendszeressége jelentkező sportmagazinjának márciusi első adása. Mai műsorunkban tudósítást láthatnak a Sopron Basket hétvégi Magyar Kupa szerepléséről, egyben győzelméről. Ezt követően vendégünk lesz Bőm Lajos, az MTB Sopron Focus Team Hungary Sport Egyesület elnöke, akivel a tavalyi hegyi kerékpáros szezonról és az idei tervekről beszélgetünk. Ezt követően visszatekintünk a Sopron KC idegenbeli Paks elleni bajnoki mérkőzésére, majd a múlt heti jeges ügyességi versenyről, illetve a Sotokán Barátság Kupáról láthatnak összefoglalót. Fennállásának 8. Magyar Kupa győzelmét aratta az elmúlt héten a Sopron Basket együttese. A soproni lányok a negyeddöntőben a házigazda Győrt múlták felül, elsősorban a fiatalok lelkes játékának köszönhetően. Az elődöntőben a Miskolc legyőzése sem jelentett különbözőbb akadály, a döntőben pedig megismétlődött a tavalyi finálé, hiszen az atomerőmű KSC Szekszárd ellen győztek a soproniak. Nagy figyelmet kapott a Magyar Kupa felvezetése során, hogy a Sopron miként tudja beosztani erőforrásait a közelgő Euróliga negyeddöntő előtt. Erre a választ tökéletesen megadta a Győr elleni negyeddöntő találkozó. A soproni együttes mély rotációt alkalmazott, 10 játékosa is legalább 14 percet a pályán töltött. Az első negyedben még fej-fej mellett váltott vezetéssel haladt a két gárda. 10 perc után 17-17 állt az eredményjelzőn. A második etapban már inkább a soproni játék érvényesült, de számszerű eredményben ekkor még nem alakult ki nagy differencia. A 29-27-es félidőt követően a harmadik etapot 9-3-as sorozattal indította a Sopron, 38-30-ra módosítva az állást. A hajrában a 10 egységet is átlépte a differencia. A zárószakasznak 55-43-ról futottak neki a felek, és itt már nem volt kérdés a győztes kiléte. A Sopron legeredményesebbje a 16 ponttal és 10 lepattanóval dupla-duplát elérő Határ Bernadett lett. Az elődöntőben a következő játéknapon már a Diós Győr csapata várt a soproniakra. A DVTK kezdte jobban a találkozót, de nem engedte el ellenfelét a Sopron sem. Nagy volt az iram, fordulatos első negyed után 18-19 volt az állás. Továbbra is nagy volt a küzdés mindkét oldalon. A második negyed elején közel 3 percig csak a miskolciak szóltak hozzá a meccshez, de Iniguez időkérése után szigorított védekezésén a bajnok, így a félidőre, ha nem is megnyugtató, de 30-27-es vezetéssel vonulhattak öltözőbe. A szünet után egyel magasabb sebességi fokozatra kapcsolt a Sopron, pedig Zahui és Határ szinte alig játszott. 3 perc után már 10 pont volt a különbség, sokat hibázott a DVTK, a vendégek időkérései sem segítettek. A 10 pontot a harmadik 10 percben sem érték el a piros-fehérek. 49-34-ről indult a záró felvonás. Srbendakic falttal együtt bedobja, úgyhogy ez már akkor 17, plusz még jöhet egy büntető. A végére már nem maradt semmilyen kérdés. A Sopron nem engedte kiénekelni a sajtot a szájából, sőt, az utolsó percig hajtott, egy pillanatra sem engedett ki, így a 20 pontot is elérte a differencia. Határ beteugrik a labdáért, fegyver neki fog majd irányítani. Döntőhöz méltó hangulatban indult a Sopron és a Szekszárd csatája Győrben. Az Euróliga playoffra készülő fegyvernekiéket fűtötte a visszavágás vágya, hiszen egy évvel korábban a KSC megtréfálta őket a Novomatic arénában. Határ és Bishop párbajával indult a meccs. Az első 9 soproni pontból 8-at a válogatott center, az első 7 szekszárdiból az összeset a légiós szerezte. Nemzetközi szintű védekezés produkált a Sopron, a Szekszárd nem találta az ellenszerét. A folytatásban is extázisban kosárlabdázott a Sopron, a különbség egyre csak nőtt, Dubei hármasa után már 34-16 volt az állás. Megrázta magát a Szekszárd, Studer pontjaival feljött 37-26-ra, időt is kért Iniguez. Az első félidő után 39-28 volt az állás. A kékmezesek jöttek ki agresszívebben az öltözőből, Eldebring és Studer kosaraival már 39-32 állt a táblán. McCall sportszerűtlen, a soproni kispad technikai hibát kapott, izgalmas volt a meccs, továbbra is remek hangulattal. Elképesztően gyors, falttal együtt dobja be!
McCaulék nagyon nagyot mentek az utolsó negyedben, nem véletlenül jutottak el 33 pontig. Be is néztek többször 10 pont alá, az utolsó másodpercig küzdöttek, de a Sopron okosan kosárlabdázott és megőrizte előnyét. A végén jól büntetőzött Fegyverneki és Störner, hogy ne kerüljön veszélybe a győzelmük. Megérdemelten jutott fel a csúcsra Roberto Iniguez együttese, amely nagyon komoly teljesítményt nyújtott, és ez jó előjel lehet a magyar bajnok számára a keddi Euroliga playoff előtt, ahol a francia Bourges lesz az ellenfél. Az MVP-nek Fegyverneki Zsófiát választották, aki pedig a három nap során a legtöbb pontot dobta, Yvonne Turner. Sopron Basket, Atomerőmű KSC Szekszárd, 81-72. Igazán eredményes és mozgalmas éven van túl az MTB Sopron Sport Egyesület más néven Focus Team Hungary, hiszen számtalan megméretetésen vettek részt a sportolók, és itt Sopronban is egy nagyszerű versenyt rendeztek. Az elmúlt évről és az idei tervekről beszélgetünk az Egyesület elnökével, Böhm Lajossal, akit szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Szervusz Lajos! Szervusz! Térjünk vissza tehát a 2018-as esztendőre. Kezdjük mondjuk az eredményesség szempontjából. Többször is foglalkoztunk fiatal sportolókkal, akik különböző címeket szereztek, és hát a sportgálán öröm volt köszönteni őket. Mennyire vagy elégedett a 2018-as évvel eredményesség szempontjából? Ugye az eredményesség is kétélű, mert egyszer vannak számszaki adatok, másrészt pedig vannak a fiatalok, akik megfejlődnek. Hát nagyon mozgalmas év van mögöttünk. Tudni kell, hogy 94 óta működik a klub, és még nem volt olyan év, hogy ne lett volna magyar bajnok a klubnak. Ez nem volt másként tavaly se. Három magyar bajnokunk volt, Lovász Áron az U9-es kategóriában, Schmid Regina, aki a felnőtt kategóriában lett országos bajnok, illetőleg Hatyár Dániel, ő masterbe. Emellett még számtalan dobogós helyünk lett, igazániból számítottunk is erre, tehát hogy ebben az évben is egy-két-három, akár több bajnoki címünk is lett, de még ezt, ha lehet fokozni, magunkra vállaltuk az év egyik legfontosabb versenyét, a mountain bike világából, ez pedig nem más, mint az Olympia Crossnak a magyar bajnoki futama. Ezt sikeresen és eredményesen megcsináltuk, itt nagyon nagy segítséget kaptunk Sopronváros önkormányzatától, és egy igazán színvonalas, ezt a visszajelzésekből örömmel vettük, hogy egy igazán színvonalas, nemzetközi színvonalú versenyt tudtunk rendezni. Milyen erőfeszítéssel járt ez, hiszen, ahogy említetted, én is úgy tudom, hogy nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett azoktól, akik az ország más pontjai már szerveztek ilyen versenyt. Hát egyrészt a legfontosabb az, hogy a versenyzők nagyon pozitív visszajelzés, mind a rendezésről, mind a környezetről, mind a pályának a technikai adottságairól igazán pozitív visszajelzést adtak. És a rendezőtársaink is elégedettséggel vették, hogy a további évekre egyetalonként is lehet erre a versenyre tekinteni. Szóval elképzelhető, hogy ha nem is idén, de a későbbiekben rendeztek még ilyen megméretetést, ilyen országos bajnokságot? Hát az országos bajnokság tényleg ez egy nagyon nagy feladat. Elképzelhető, de azt tudni kell, hogy ez egy akkora a csapat részére akkor a leterheltséget jelent, hogy évről évre nem tudunk ilyet csinálni. Most egyelőre a helyi regionális versenyeket azt fogjuk megcsinálni, amit idén tervezünk, de ilyen nagy volumen előtt egy-két éven belül nem. Néhány évvel ezelőtt egyfajta megújítási programot indítottatok. Nagyon sok fiatal került az egyesülethez, a csapat látókörébe, és többször is volt vendégünk Baltogos Gábor, aki többek között foglalkozik ezekkel a fiatalokkal. Mennyire vagy elégedett az utánpótlás neveléssel, mert nagyon komoly munkát fektettek ebbe, és az eredmények is jönnek, ahogy említetted, Kovács Áron is például, ugye bajnok lett. Picit messzelőre indítanám. Ez egy régi klub, nagyon komoly barátságok is fűződnek itt klubban belül. Tehát most már 10-20 éve vagyunk együtt, és egy 7 évvel ezelőtt a csapatnak a vezetősége arra egy junior team megalakítására kapcsolatosan terveket alakított ki, és ezt indítottuk el. Gyakorlatilag a semmiből, mert akkor nem volt a klubnak külön egy ilyen csoportja, szakosztálya, és hát már az elkövetkező években is már az eredmények
igazolták az elképzelésünket, de úgy tűnik, hogy, hogy az idei év, ahogy itt látjuk a fejlődést, az egy igazán eredményes lehet. Ennek az egyik alapja volt, hogy említettel is a Bartokos Gábor, mint vezetőedző ezt fölvállalta. Ennek a szakmai hátterét is megteremtettük, mert ő specifikusan mondtam, melyik edzői képesítéssel rendelkezik, és ezt tovább gondolva most már nem egy, hanem kettő edzőnk is van, aki ugyanilyen szakképesítéssel és minden egyes eredményt magától is, illetve a klubtól váró versenyzőnek egy saját személyi edzői szinten tudjuk már képviselni a juniorokat, illetve nem csak a juniorokat, hanem ez most összefügg, hanem a felnőtteket is, akinek ilyen ambíciói vannak. Mert hogy lehet, hogy a fiatalokból pár éven belül felnőtt bajnokok lesznek. Vannak tehetségek ezek szerint? Vannak. Éppen az a korábban említett Regina is tőlünk indult ki, és felnőtt magyar bajnoki címet tudott szerezni. Vannak ilyen ambíciók a gyerekekben, illetve mi is látjuk, hogy ez megfelelő kitartásra, szakmai háttérre lesz kinőhet, úgyhogy ez egy pár éven belül komoly magyar bajnoki esélye fognak indulni, már felnőtt bajnoki esélye fognak indulni. Nyitva áll a fiatalok a gyerekek előtt a kaput, tehát várjátok a további jelentkezőket, mert úgy gondolom, hogy a természet, maga a kerékpározás azért egy plusz motivációt is adhat. Igen, mindig várjuk. Egy nagyon jó dolog a kerékpározás. Pláne az erdőben lehet ezt nyugodt körülmények között csinálni. A csapat változóan 20-25-30 juniorkorú taggal rendelkezik, és természetesen ez lehet csatlakozni a minden idény előtt, idény közben is megfelelő feltételekkel. Mit tanácsolsz, hány éves kortól érdemes elkezdeni a kerékpározásnak ezt az ágát? Már 9 éves kortól van hivatalos Magyar Kerékpáros Szövetség kategória, tehát ott már bajnokot hirdetünk, ha így tetszik. Tehát már elég korán érdemes elkezdeni, akár még korábban is. De az sem kizárt, hogyha valaki később száll be ebbe a sportba, mert úgyis lehet szép eredményeket elérni. Merre tudtok edzeni? Ugye maga a soproni erdő, a soproni hegység kínálja a magát. Tehát nyilván vannak bizonyos olyan környezetvédelmi előírások, amelyeket be kell tartani. Nem mindenhol lehet kerékpározni. De azért maga Sopron városának a környéke az alkalmas erre, és hát hogyha visszagondolunk, akkor egy remek pályával is rendelkeztek, amelyet nem csak használtok, hanem azt úgy tudom, hogy karbantartjátok, gondozzátok is. Így van. 4-5 évvel ezelőtt a Magyar Kerékpáros Szövetség, az Olimpiai Bizottság pályázatán sikerült elnyerni ezt a soproni lővér mountain bike tanösvénynek, vagy tanpályának hívjuk ezt egy ilyen pályázatot, ahol a tanulmányi erdőgazdasága közösen egy 10 kilométeres körpályát, oda-vissza járható körpályát jelöltünk ki, amit technikai táblákkal, különböző információkkal, technikai elemekkel kiegészítve megcsináltunk. Ez teljesen nyílt, ez a pálya. Ez a lövérkemping hátsó kiáratától indul, és onnan már táblákkal jelölve van, bárki bármikor mehet rajta, és egyéb információt is a táblákról megtudhat, ez egész évben nyitva van. Ezen a pályán is szoktunk természetesen edzeni, illetőleg a soproni hegység az adja magát, hogy itt lehet nagyon komoly edzéseket, technikai edzéseket csinálni, nyilván csak ott, ahol kerékpározás megengedett, és akkor itt mindenképp fontos megjegyezni, hogy a tanulmányi erdőgazdasága példaértékű a kapcsolatunk, tehát tényleg amit kérünk, meg amit ők kérnek tőlünk, ez mindig működik. Úgy tudom, hogy emellett azért közösség, formáló közösség építő jelleggel máshol is szoktatok edzőtábort tartani. Hova szoktatok ellátogatni? Vadasanyőrs. Ez az a hely, ahol már évek óta járunk vissza. Ez egy esebb segítségével kapjuk meg ezt az üdülőházat. És itt az idény előtt, ez jellemzően márciusban, március elején, közepén, végén, ez mindig az adott évtől függ, akkor egy 20-25-30 fő a klubnak a jelentős része, és a juniorok is beleértendők ebbe, részt vesz ezen a edzőtáboron, ami egy 4-5 napos, és a környéket akkor nagyon megismerjük, meg bejárjuk. Hát igen, az is egy kiváló környezet arra, hogy kerékpározzatok. Hogyha szavait között olvasok, akkor én úgy veszem észre meg, hogy figyelem a versenyeiteket, hogy
nem csak egy sportegyesületről van szó, hanem ez egy nagyon összetartó baráti közösség is. Így van ez? Így van, ez évek alatt kialakult, és egyébként is különböző eseményeken összejárunk, de hát a kapocs az a kerékpár, és mindig a kerékpár a téma, de ugyanúgy, hogyha mondjuk kikapcsolásként elmegyünk mondjuk hegyet mászni, Schneeberge, vagy bármi egyéb kiegészítő tevékenység, ami jellemzően sporttal függ össze, akkor is a társaság együtt van. Sokat beszéltünk a fiatalokról, a juniorokról, de hát vannak többen a Masters kategóriában, akik szerepelnek, te, Démi Józsi, Motovár Miki, és nem akarok senkit sem kihagyni, de hát azért sokan vagytok. Mi az, ami titeket inspirál ebben a korosztályban? Hiszen hát nyilván többszörös magyar bajnok vagy te is, sokan sok mindent elértek. Mi az, ami még motivációt ad? A sport szeretete? Vagy a maga a közösség? A közösség sokat segít, ez kétségtelen, és hát az a versenynek az érzése, amikor az országban összejönnek olyan más klubból ugyanilyen korcsoportú emberek, akik ugyanúgy gondolkodnak, ugyanúgy szeretik ezt a sportot, és akkor tényleg vállal mellett megküzdünk. Ez egy nagyon különleges élmény, de mind a mellett ugyanúgy ezt szeretjük csinálni, és valami ilyesmi motiváció van, mert hogy a Jókót említetted, ő is én versenyszerűen 40 éves korában, 40-valahány éves korában kezdte el, és eredményeket tudott elérni. Nyilván, ha valaki egy felnőtt országos bajnoki címre pályázik, akkor a junior korban kell elkezdeni, de ennek ugyanúgy megvan annak a feelingje, ugyanúgy csaták folynak a versenypályán, egymást előzgetjük, és megküzdünk egymással. Tehát akkor, igen, ez egy a sport teljesítményen túl, akkor ez egy kiváló inspiráció is. Beszéljünk a 2019-es esztendőről. Hamarosan indul az idei szezon, de úgy tudom, hogy ha nem is a hegyi kerékpáros szezon, de másfajta szezon már elindult, és rögtön egy szép eredménnyel indítottátok az évet. Mit kell erről tudnunk? Igen, hegyi kerékpáros csapat vagyunk, de van több szakága a kerékpárnak. Ilyen a cyclocross, ami jellemzően a téli időszakban történik ennek a bajnoki futama, és itt hát kiegészítő sportként az Áron Kovács Áron, aki tavaly is, meg korábban is kiváló eredményeket ért el, elindult a korcsoportjába, és igazság az, hogy várakozásunk szerint magyar bajnoki címet szerzett. Tehát olyan idént kezdett a MTB Shopman Focus Team, amit korábban még talán sose, hogy már januárban magyar bajnokunk. Ez egyébként miben különbözik a hegyi kerékpározástól? Annyi, hogy kerékpár az nem hegyi kerékpár, úgy néz ki, mintha országúti lenne, de egy kicsit robosztusabb, és egy terep, sáros, terepes szakaszra, meg aszfaltos szakaszra van kiírva a verseny, és ez egy külön ilyen szakág, nagyon érdekes. Több bajnoki futam is lesz ebben az esztendőben, és hát ezeken minden indultok. Mivel lennél elégedett, hogyha helyezésekben nézzük, és hogyha mondjuk a fiatalok fejlődése szempontjából, hogyha mondjuk az év végén ugyanígy beszélgetünk, szezonzáró beszélgetésen. Igen, hát nagyon nehéz itt számokat mondani. A junior team az most igen erősnek tűnik, tehát most látjuk, mert ezen kívül a többi klubbal is, ahol komoly a utánpótlás nevelés, elég jó kapcsolatunk van, tehát látjuk, hogy ott hogyan dolgoznak, segít, vagy információkat is tudunk szerezni, és egy-egy ilyen idény előtti felmérések vagy ilyen összetartások során egy olyan kép alakult ki, hogy komoly reményünk van az utánpótlás csapatban, hogy ott nem egy, nem kettő, hanem talán még több bajnoki címmel is gazdagodhatunk ebbe az évbe. De a master kategóriában is van komoly esélyünk arra, hogy ott is sikerül ebbe az évbe szintén. És rendezvényszervezés szempontjából, versenyrendezés szempontjából vannak terveitek? Természetesen, tehát úgy nem telhet elég, hogy versenyt rendezünk. Igaz, hogy ilyen nagy volumenűt idén nem tervezünk, viszont augusztus 20-a környékén a Pán-Európai Piknik sorozat, programsorozat keretén belül egy vasvégén túrát szeretnénk szervezni. Itt Sopronban az önkormányzattal közösen, illetőleg ősszel az autómentes nap keretén belül szintén a lövérkemping, illetve a lövérkörút körül szeretnénk ezt megcsinálni, ezt a kis túrát. Köszönöm szépen a beszélgetést, sok sikert kívánok, és akkor szeretettel látunk majd az év végén ismételten egy beszélgetésre. Sok sikert! Köszönöm szépen!
Bár jól kezdett a férfi kosárlabdabajnokság hétvégi fordulójában idegenben Pakson a Sopron KC együttese, összességében azonban magabiztosan győzedelmeskedett az atomvárosi csapat. A kékmezes Sopron dominált a mérkőzés első negyedében. Folyamatosan a vendégeknél volt a vezetés, míg az atomerőmű csak kapaszkodott. Nem céloztak jól a paksiak. A 8. percben még csak 9 pont szerepelt a nevük mellett. Henton triplájával sikerült átlendülniük ezen a holdponton. Mindkét oldalon betalálta a két új szerzemény. Williams és Fuller is eredményes volt. A második negyedben sem volt kosáreső, de Warner duplájának köszönhetően a soproniak tartották vezetésüket. Folyamatosan ott loholt az ASE a vendégcsapat nyakán. De egyenlítenie nem sikerült egészen a 18. percig, amikor Faust újabb távolia után 32-32 lett az állás. Warner még visszavette a vezetést csapatának, de Faustnak ismét volt válasza, ezután pedig át is vette a vezetést az ASE, így 3 pontos hazai vezetéssel mehettek pihenőre a felek. Nem változott sokat a játék képe a folytatásban sem, nem alakult ki komolyabb különbség. Néhány ponttal a paksiak tartottak előrébb, de a Sopronnak azonnal volt válasza. A 27. percben ugyan Gordon duplája után 53-54-re átvették a vendégek a vezetést, de nem bizonyult tartósnak az előny. Tudtak újítani az atomvárosiak, és Jeftovics jó játékának köszönhetően 8 pontos előnyt harcoltak ki a záró negyed előtt. Az utolsó játékrészre elfogyott az SKC, az atomerőmű egyre nagyobb előnyt harcolt ki magának. 10 pont fölötti állandó vezetése mellett nem kellett izgulnia a paksi szurkolóknak. Az utolsó percekre már eldőlt a meccs, látszott, hogy nincsen visszaút a vendégeknek. Csak a különbség volt kérdéses, végül 100 pont fölé jutott az ASE. Paks Sopron KC 105-85. Az első fél időben azt gondolom, hogy elég sokáig működtek azok a dolgok, amiket megbeszéltünk, és a Paks nem tudta azt a játékot játszani, amit a második fél időben bemutatott. Meg volt végig a nyomás rajtunk, agresszívan védekeztek, főleg a mellettem levő Warneren, akire igazából egy rossz szavam nem lehet, hiszen valahol ő volt a mai csapatnak az egyedüli vezére. Ugyanakkor második fél időben már olyan eladott labdáink voltak, illetve szokásos dobás kiválasztás, amiből statisztika szerint 25 pontot dobott az ellenfél indításból, és igazából ott fordult meg az első félidőben is a mérkőzés, hogy le tudtak rohanni minket. Nem jöttünk ki jól a második félidei támadásokból. Kevés labda ment be, amiből igazából tudtunk dobni a centereink a lepattanók után, támadó lepattanók után szerezték a kosaraikat, ami elismerésre méltó, de én azt gondolom, hogy leginkább a védekezés volt az, ami meghatározta ezt a mérkőzést. Szerintem a 105 pont magáért beszél, hogy miért kap ki a csapat. Bízom benne, hogy ezen fogunk tudni változtatni. A Sopron KC legközelebb március 9-én szombaton a Jászberény együttesét fogadja a Novomatic Arénában. Az enyhe idő ellenére még mindig dübörög az élet a soproni jégpályán. A jégen ezúttal az elmúlt héten az általános iskolások szerepeltek, akik ügyességi versenyeken próbálhatták ki tudásukat. Sorversenyekkel kezdték a jeges napot a kisiskolások, amelybe nagy lelkesedéssel vetették bele magukat. Az ügyességi versenyeken kívül a jégkoronghoz nagyon hasonló játékban is megmérkőztek egymással. A korongot egy gumigyűrű helyettesíti, míg a hoki ütők vége levágott, így a gyűrűbe helyezve tudják mozgatni a játékszert. A program alatt jó hangulatban szórakoztak a gyerekek és a szülők egyaránt. Visszaadja kicsit a jégkorongnak az érzetét, tehát tényleg amikor a csapatért küzdesz, csapatjátékról van szó, ugye számoljuk az eredményt, tehát ez mind azért megdobja egy kicsit a hangulatot.
az ügyességi feladatoknál is szurkoltak ugye közben, de ez tényleg azért mondjuk a jégkorong előszobájának, mert innen már egyenes út vezet, hogyha itt valaki ráérez ennek az ízére, akkor szeretettel várjuk az egyesületünkbe. Az időjárástól függően még két hétig vehetik igénybe a jégsátrat a soproniak, azonban a hétvégén is lesz jeges program, hiszen az 1966-ban vidékbajnokságot nyert helyi csapatra emlékeznek meg egy amatőr férfi tornával. Barátságkupának és edzőtábornak adott otthont a házigazda Sottakán Tigrisek Sport Egyesülete az elmúlt héten. A péntektől vasárnapig tartó programsorozatot a Václav Felczák Alapítvány segítségével valósították meg a Tigrisek, hiszen a sportrendezvény egyik célja volt a magyar-lengyel kapcsolatok, azaz a barátság erősítése. Formagyakorlatokban is megmutathatták tudásukat a fiatal küzdősportolók a Barátságkupán. A tornát azonban megelőzte két nap közös sport és kulturális program, amelyet több mint 150 karatés élvezhetett. A sportolók Lengyelországból és magyarországi városokból érkeztek, akik közül több mint 60-an az alapítványi támogatásnak köszönhetően teljesen ingyenesen vehettek részt a programokon. A Václav Felczák Alapítványnak volt egy nagyon jó pályázata, ami a lengyel-magyar barátság erősítésére írtak ki. De rendeztünk egy háromnapos rendezvényt, két nap volt edzőtábor, illetve egy közös kulturális program, városnézés, megnéztük a tűztornyot, belvárost, és a mai napon egy verseny, barátságkupa, az a lezárás ennek a hétvégének, ahol a lengyel és a magyar versenyzők, mert osztrákok is vannak. Az edzőtábor és a kupa mellett a Sotokán Karate Magyarországi Szövetsége párhuzamosan az edzésekkel hazai és nemzetközi bírói tanfolyamot tartott, amelynek a gyakorlati vizsgája a vasárnapi verseny volt. Három tatamin folytak a küzdelmek késő délutánig. A bírói vizsgán a Sotokán Tigrisek elnöke Gáncs Krisztián az SKI Európai Szervezete által kiadott nemzetközi C-licenszet szerezte meg. A legeredményesebb csapatok versenyét az UTE nyerte meg az osztrák Freeways és a lengyel csapat előtt. Március 5-én kedden 18 órától nagyon fontos Euróliga mérkőzésen a Sopron Basket együttese a francia Bourges gártáját fogadja. Március 8-án pénteken a Smavs a kosárlabda NB1B-ben az Újpesttel mérkőzik meg. Március 9-én szombaton reggel 9:30-tól startol a 4. Mega Aerobik nap. Március 9-én szombaton úszodabúcsúztató parti lesz a Lővérfürdőben. Március 9-én szombaton 18 órától a Sopron KC élvonalbeli kosárlabda mérkőzés a Jászberény együttesét fogadja. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ez volt a Hajrá Sopron televíziónk heti rendszerességgel jelentkező sportmagazinja. Ajánlom figyelmükbe a sopronmedia.hu híroldalt, illetve annak Facebook, valamint Instagram felületét. Műsorainkat megtekinthetik a YouTube-on is, találkozunk egy hét múlva. Erre a hétre is sok szép soproni sportsikert kívánok, hajrá Sopron!